Hogyan legyél az internetásza? Szia, ma be szeretném mutatni neked, hogy hogyan lehetsz az internetásza. Először is kezdjük különböző beszélgetős közösségi oldalakkal, például Messenger, WhatsApp, Skype, Viber, stb. De én a Facebook is. Ne tölts le semmilyen közösségi oldalt engedély nélkül. Senkit ne jelölj be, ha nem ismered, ha pedig téged jelölnek be és rádérnak. Ne érj vissza, mutasd meg egy felnőttnek, és ha tehetett, tiltsd le. És azt kérik, hogy küldj magadról egy fényképet, ne küldj. Ha Facebookon tesz egy oldalt, ami tetszik neked, mondjuk nem kéne Facebookod legyen. Kérdezd meg szüleidet, hogy lájkolhatod-e, vagy éppen megnézheted-e. Ne rakj ki semmit, vagy senkit a Facebookra. A YouTube-on ne iratkozz fel sehova engedély nélkül. Érj hozzászólást, véleményt, ha nem engedik meg szüleid. A Facebookkal szeretném folytatni. Bár tudom, hogy már írtam róla, de mégis. Ha még nem vagy 13 éves, ne regisztrálj. Mert ha például 2011-ben születtél, és te 2021-ben vagy 10 éves, de te már most le akarod tartani a Facebookot, nem tudsz még várni 3 évet, és úgy gondolod, hogy milyen jó lesz végre, akkor tévedsz. Mert az, hogy elfogadja a belépésedet, azt kell írnod, hogy 2008-ban születtél. Ugyanis be kell élned a születési dátumodat, és gondolom nem akarod azt, hogy 2022-ben kéri az ismerőseidnek, hogy 14 éves lettél, mikor te még csak 11 vagy. Ha esetleg a Facebookon van egy olyan pályázat, amire azt írja, hogy nyerhetsz egy autót, és csak lájkolnod kell, és majd kisosolják, ne hidd el. Van is egy olyan könyv, aminek az a címe, hogy Frici Fülöp és a Hák. Nagyon jó tanulságos könyv, ajánlom, hogy elolvasd. Vannak különböző játékok, amiket akkor tölhetsz le, ha fizetsz érte. Ha van esetleg már bankkártyád a telefonodon, ha van egyáltalán telefonod, és úgy gondolod, hogy letöltöd, mit számít az a pár lej forint euró, akkor tudd, hogy igenis számít, inkább egy játékról van szó, akkor keres egy hasonlót, mint például a Minecraft. Itt be is klikkeztem, hogy kell érte fizetni. A Minecraftért is kell fizetni, de én egy másik hasonlót töltöttem le, a Craftland Building Craftot. Igaz, nincsenek benne olyan alkatrészek, mint a Minecraftban, de azért jó. Ennyit is akartam mondani, és remélem, hogy ez segít abban, hogy hogyan legyél az internetásza. Szia!